Tisztelt Országgyűlés! Schmuck Erzsébet, az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az innovációért és technológiáért felelős miniszternek. Mit tesz a kormány az energiaszegénység ellen címmel? Miniszter úr halaszhatatlan köszönetállátása miatt válaszadást a Cseresnyi és Péter államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem, képviselőszent elfogadja a válaszadó szemét, vagy személyesen miniszter úrtól kérje a választ. Igen, a szó, képviselőasszony. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Elfogadhatatlan, hogy ma Magyarországon évente több mint 100 ember hal meg azért, mert télen nem tud fűteni, vagy meleg helyre jutni. Ez az elmúlt 8 évben több mint 1000 embert jelentett, egy magyar falu népességét, és akkor még nem beszéltünk azokról, akik abban a helyzetben vannak, hogy fűtünk, amivel tudunk, és ezzel komoly levegőszennyezést is okozva tudjuk, hogy ennek a következménye szintén sok ezer halál. De az energiaszegénységtől szenvedők száma ennél jóval több. Körülbelül Magyarországon 4,4 millió hazai lakóingatlan 80%-a nem felel meg a korszerű műszaki és energetikai szempontoknak. Bár az éves lakossági energiafogyasztás bőven meghaladja a közlekedés és az ipari energiafelhasználást, mégis közülük nagyon sokan fáznak, a lakosok közül, az emberek közül, főleg az idősek, egyedülállók és a sok gyerekesek. Mert ma Magyarországon 2-3 millió ember lakásszegénységben él, olyan lakóingatlanokban, amelyek 1945 előtt épültek, és amelyeknek a egy négyzetméter kifűtéséhez legalább tehát négyszer több energia szükséges, mint az új lakóparki lakásokban. Őket kellene támogatni, és lett is volna miből, mert 2017-ig Magyarország több mint 11 ezer milliárd forint EU támogatást kapott. A kormány 2011-ben még 700 ezer lakás energetikai korszerűsítését tervezte a 2014-2020-as időszakra, viszont azt látjuk, hogy az otthon melege programban 2017 végig ennek csak az 5%-a valósult meg. Államtitkár úr, azt kérdezem, hogyan tervezik behozni a 600 ezeres lemaradást, mit tesz a kormány az energiaszegénység csökkentése érdekében? Köszönöm, képviselőasszony. Tisztelt Országgyűlés, az azonnali kérdésre Cseresnyi és Péter államtitkár úr válaszol. Önnél a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő asszony, meg kell állapítani, a kormányzat nagyon sokat tett már az energiaszegénység ellen. Számos egymással összefüggő energetikai intézkedéssel segítette eddig és segíti a jövőben is az energiaszegénység visszaszorítását Magyarországon. Talán a legfontosabbat érdemes ezek közül kiemelni, kétségkívül ez a 2012-ben megkezdett rezsi csökkentés. Pontosan az ellenkezőjét tette azt ez a kormány, mint az önök szövetségese, a Gyurcsány vezette szociálliberális kormányzat, amikor 2002 és 2010 között duplájára és háromszorosára emelte a villamosenergia és a gáz árát. De visszatérve a kérdésre adott válaszra, a több lépcsős intézkedés a háztartások energiaszükségletét biztosító közműek valamennyi elemére, az áramra, a földgázra és a távhőszolgáltatásra is kiterjedt, a rezsicsökkentés mindhárom területet fölölelte. A rezsicsökkentés az elmúlt 6 évben összesen 1500 milliárd forintot hagyott a magyar családoknál, háztartásonként havi szinten több 1000 forintos megtakarítást jelent ez. A lépés érdemben javította a magyar társadalom azon csoportjainak a helyzetét is, akik számára a baloldali kormányzás alatt egekben emelkedő rezsiszámlák kifizetése nehézséget okozott. Idén januári adatok szerint ugyanis a közműtartozások összege mára mindössze fele a rezsicsökkentés előtti értéknek. Hasonló mértékben csökkent az elégtelen fűtéssel rendelkező háztartások száma is, a 6,6%-os mutató jobb az Európai Uniós átlagnál. A kormány az energiaárak mérséklésében elért eredményeket a villamosenergia és a gáz piaci árának emelkedése és minden ellenzéki támadás és brüsszeli mozgolódás ellenére 2019-ben is fenntartja, és egy következő program elemről és programról majd a viszontválaszban szeretnék említést tenni. Köszönöm szépen, államtitkár úr, tisztelt Országgyűlés, viszontválaszra megadom a szót képviselőasszonynak, parancsoljon. Államtitkár úr, nem tudom, hogy ön ismeri azt a jelentést, amely
amelyet egy nemzetközi szervezet nemrégen jelentetett meg, mégpedig az EU tagországokra vonatkozóan, az Eurostat adatai alapján az energiaszegénységről. E jelentés szerint Magyarország az utolsó előtti a sorban, és utolsó Bulgária. És arra is utalni szeretnék, amit az a jelentés megállapított, hogy általában, de Magyarországon különösen hiányzik a politikai akarat ennek a megváltoztatására. És ezt mi sem bizonyítja ékesebben, mint hogy idén januárban önök benyújtották a Nemzeti Energia és Klímatervet az Európai Uniónak. Ebben szinte egy sor sem szerepel arról, hogy ma Magyarországon önök hogyan akarják megszüntetni, vagy csökkenteni legalább az energiaszegénységet. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Tisztelt országgyűlési viszontválasz illeti meg államtitkár úr, parancsoljon. Elnök úr, a szót. Tisztelt képviselőasszony, úgy látszik, ön nem figyelte a válaszomat, az első két perces részben levő válaszomat. Mit lehet tenni legtöbbet az energiaszegénység ellen, mint hogy csökkentjük az energiának az árát? Az önök szövetségesei ezt pont az ellenkezőt vallották, emelték folyamatosan szorosára az energia árakat, mi pedig csökkentettünk, és mellette természetesen más olyan jellegű programokat és lehetőséget is kínáltunk, ami az energia szegénység csökkentését jelenti, ha csak szociális alapon nézzük a tűzifának, a téli tűzifának az átadását és biztosítását is meg kell említeni, de a családok energiafogyasztásának is egy rezsicsökkentés mérséklését szolgál lépéseknek egyik nagyon jó bizonyíték az Otthon Melege program, amely eddig 310 ezer háztartás energetikai korszerűsítéséhez járult hozzá 36 milliárd forint értékben is. Lehetne sorolni még további példákat, hogyha lenne idő. Kérem képviselőasszony, hogy tájékozódjon a kormány ezirányú programjairól és tevékenységéről, és akkor nem tenne föl ilyen kérdéseket. Köszönöm szépen a figyelmüket.